Jöjjön a Scrooge reklám. Hideg, zord, harag. 10 óra. Az IBC élőben közvetíti New York, Bethlehem, Helsinki, Nyugat-Berlin és a Korálszigetek kapcsolásával Dickens halhatatlan műve a karácsonyi ének előadását. A szereplők Buddy Hackett, Jamie Farr a Solid Golden Verse és Pici Tim szerepében, Mary Lou Retton, a házigazda Sir John Hansman. Karácsonyi ének, szíve minden húrján játszik. A történet karácsony este indul. Karácsony este az IBC-n, imádni fogja. Te jó Isten! Ez pocsék! Tudod, te ki szereti Mary Lou Retton, Frank? A kölykei. Igen? A srácoknak ez kell. Oh, 40 milliót költöttünk egy élő tévéadásra. Erre csináltok hozzá egy reklámot, amelyben Amerika nagy öregje könyvet olvas kandalló tűz mellett. Nos, meg kéne ölni titeket! Anyám, segíts! Bocsásson meg, én nem akarok akadékoskodni, de több mint egy hónapja játsszuk ezt a spotot, és hát pokoli vízhangja van. Hogy a televízió történetében a legfiatalabb elnök vagyok, nem véletlen. Ismerem az embereket. Ez igaz, igen, de az emberek már így is várják a sót. Ez nem elég nekem! Rettegjenek attól, hogy elmulasztják! Reszkessenek! Ha én volnék a felelős, és én vagyok. Talán segíthetek. A helyükben én valami ilyesmit adnék. Grace, jársz csak be! Savas eső. Kábítószerek. Nemzetközi terrorizmus. Gyilkosság. Most jobban, mint valaha fel kell idéznünk a karácsony igazi jelentését. Nem ulassz el Dickens klasszikus művét, a karácsonyi éneket. Az élete függhet tőle. Az élettel függhet tőle. Nem rossz, ha? Szerintem mindenki zabálni fogja.